talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, mostanáig, kárhozott a ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonna itt Vitangenben, ki most, ha kell, hallin ember, kinek rá. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ég és így akart. És mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. Magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Századok, lemossuk a gyalázatot. A sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Azt üzente,
fogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső, karikádok, Kossuth Lajos kalapjára. Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Így, hogy méltó módon elkezdtük a mai ünnepséget, elsőként egy olyan embert fogok felszólítani, aki már nagyon régóta küzd a magyarságért. Egy igazi kitartó, egy igazi küzdő. Ő a Jobbik alelnöke, Novák Előd. Fogadjátok nagy szeretettel! Isten hozott! Isten hozott! Szevasz Előd! Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyek és urak, kedves honfitársak! A magunk fajták nem csak ünnepelni, megemlékezni szoktak, hanem mindig keressük feladatainkat is. Ma a márciusi ifjak sajnos még mindig beteljesületlen követeléseinek fényében. Mozgalmárok, aktivisták vagyunk, nem pedig fotelforradalmárok, passzivisták. Akinek a mindennapi gyalázatok, a Simon Gábor vagy a Simicska Lajos féle kiskirályok miatt nem nyílik ki a zsebében a bicska, és a cselekvéshez szüksége van még valamiféle ösztönzőre, vagy romantikus alkatként valami ihletre, az olvassa el Petőfi Sándor az Apostol című elbeszélő költeményét. Mi, jobbikosok, ilyen szellemi elődökből kell töltekezzünk. Március idusán nem tudunk nyugodt szívvel ünnepelni, amikor a kormány álszent módon emlékezik meg 1848-ról. Úgy adja át a Kossuth teret, hogy eltávolítja onnan a márciusi ifjak utódai az 1956-os pesti srácok emlékműveit. Az ünneprontó kormány a föld alá egy szellőző rendszerbe száműzte az 56-os Kossuth téri AVH sortűz mintegy 1000 áldozatának emlékművét, és eltüntette az 56-os örökmécsest is a térről. Nem őrzik már emlékét ott azoknak, akik életüket adták a szabadságért. Nem szégyellik a szájukra venni Mansfeld Péter nevét, miközben a rá halálos ítéletet kérő ügyészt, vérügyészt, Mácsik Györgyöt, ma is luxusnyugdíjjal jutalmazzák Biszkú Bélához hasonlóan, s ha még élne a szintén tömeggyilkos Hajnaú, bizonyára ő is élvezné az efféle kormányzati luxus juttatásokat, amiket szent forradalmunk eltipróinak biztosítanak, miközben a nép nyomorog. De talán már nem sokáig, hiszen azért a víz az úr, mely hamarosan választ. Reméljük nem az elmúlt 24 évet, hanem a szebb jövőt. Nem ünnepelheti 1848-at az a kormány, mely nem a pesti srácok emlékét őrzi, hanem a szovjet megszállókét. És azok önkényuralmi jelképpel is ellátott obeliszkjét persze a magyar szabadságról elnevezett téren. De mi, a márciusi ifjak utódai büszkék lehetünk rá, hogy épp ma van 10 éve, hogy legalább kordonokkal kell védeniük ezt a kommunista gyalázatot a népharag elől. A budapesti szabadságtér és környéke helyén állt 100 évig az a II. József által építetett tüzérlaktanya, melyet a Pest Bastillának is neveztek. Ennek a területén végezték ki Batthyány Lajost, Magyarország első szabadon választott miniszterelnökét,
jelképesen felakasztották Kossuth Lajos, Táncsics Mihályt, Irányi Dániát és még sok magyar forradalmárt, szabadságharcost börtönöztek be, vagy végeztek ki ott. Ez a tér az ő emlékükre kapta a szabadság nevet, még a környező utcák is a magyar vértanúk nevét viselik. 1897-ben bontották le ezt a rossz hírű épületkomplexumot, és alakították ki a jelenlegi környezetét a szabadság téren. 1920-ban a nemzet legnagyobb tragédiájának, a kétharmados országvesztésnek az emlékére Trianon emlékműcsoportot állítottak fel a kialakított téren. 1928-ban egészítették ki azt az ereki és országzászlóval, melynek talapzatában Nagy Magyarország vármegyéiből, Petőfi, Kossuth szülőházainak földjéből, valamint nagy történelmi csatáink helyszíneiről, köztük az 1848-as szabadságharc csatatereiről is hoztak földet. Eleink nemzeti emlékhelyet alakítottak ki a szabadságról elnevezett téren. 1945-ben a benyomuló szovjet csapatok ezt az emlékmű csoportot, vagyis nemzeti emlékhelyünket rombolták le, és építették fel a helyén a saját obeliszjüket, és ezt védelmezi az állítólagos rendszerváltás után minden eddigi kormány. A magyar név megint szép lesz. Ezt ígéri a Jobbik, hiszen kormányra kerülésünk esetén, ahogy programunkban is rögzítettünk, mert nekünk ilyen is van ám, visszaállítjuk a Kossuth térre az 56-os emlékműveket, és a Szabadság tér eredeti állapotát is. Úgy legyen! Mert a magunk fajtáknak fontos a szabadság. A szabadság, mely egyelőre leginkább csak virtuális térben, az interneten valósult meg. Ezért is foglaltuk programunkba az ingyenes internet hozzáférés biztosítását mindenki számára, hogy legalább ott átélhessék azt. A kormány ezzel szemben egy kínai típusú netcenzúrával igyekszik elfojtani a sajtószabadságot, ahelyett, hogy az elvileg törvénybe foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét biztosítaná, amely elvileg minden tévé és rádió számára kötelező volna. Tisztelt hölgyek és urak! Odáig folyult a helyzet, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága már az országgyűlésben sem biztosított. Pedig ott tabuk nélkül kellene beszélni minden társadalmi problémáról a szőnyeg alá söprés helyett. De, mint a parlamenti Szájzár bírsággal leggyakrabban sújtott képviselő, itt és most ünnepélyesen megfogadom, hogy a jövőben sem fogom a polkorrekt elvárásoknak megfelelően megélhetési bűnözésnek nevezni a cigánybűnözést. Romának a cigányt, vagy melegnek a homoszexuálist. Nem fogom felszabadítónak nevezni a megszállókat, ellenforradalomnak a forradalmat, rendszerváltásnak a módszerváltást. Nem fogom missziónak nevezni honvédeink idegen földekre küldését, ahogy az képes a többi párt, a márciusi ifjak 12 pontját is sárba tiporva, és fülkeforradalomnak sem fogom nevezni a választók átverését. Nem fogom nemzeti konzultációnak nevezni a kormánypropagandát és adatgyűjtést, apropó, Kubatov Gábort sem fogom ismeretlen tettesnek nevezni, nemzeti együttműködésnek a javaslataink olvasatlan leszavazását, honatyáknak a hazaáruló mamelukokat, polgármester úrnak az álláshalmozó politikus bűnözőket. Nem fogom szenvedélyes igazságbeszédnek nevezni a balatonöszödi lelepleződést, de szocialistának sem a szociális érzékenységgel egyáltalán nem rendelkező szocialistákat. Nem fogom a nemzeti összetartozás ünnepének nevezni a magyarság legnagyobb gyásznapját, még ha törvénybe foglalják is. És március 15-én különösen nem nevezhetjük törvények előtti egyenlőségnek a mentelmi jog megtartását, még ha az alaptörvényben volt képük is így fogalmazni. Mert mi, jobbikosok, nem változunk. Kimondjuk a problémákat, sőt, megoldjuk azokat. Utóbbihoz azonban az is kell, hogy április 6-án győzzön a Jobbik. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! És most következzen Angyalföldre egy leány, aki egy csodálatos verset fog előadni nektek. Fogadjátok őt nagy szeretettel, Benke Nikolett! Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, hí a haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok.
a magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most a kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hát ez nagyszerű volt. Köszönjük szépen, Nikolett. És következzen egy olyan asszony, aki egy talpalatnyi földet sem fog átadni senkinek, aki védi és óvja Magyarország földjét, vizét, embereit. Hegedűsné Kovács Enikő, fogadjátok őt nagy szeretettel! Isten hozott! Talpra magyar! Hallhattuk, és tudjuk, ez a Jobbik kampány üzenete, legfőbb gondolatunk ezekben az időszakokban. És most meglepetve hallhatjuk, tapasztalhatjuk, hogy a Jobbik ezen üzenetét használja az összekapaszkodó kommunista csőcselék. Talpra magyar, olvashatjuk országszerte az ő plakátjaikon is. Nem hazudhatták el magukat, betartják sajátos értékrendszerüket, és annak egy fő parancsolatját, a jó úttörő nem lop, csak szerez. Amikor az egyik riporter Bajnainak szegezte a kérdést, hogy vajon miért pont ezt a Petőfi idézetet használják a plakátjaikon, az volt a válasz. Nekik is joguk van citálni a költőt, egyébben pedig nem hinné, hogy Petőfi, ha élne, a Jobbikra szavazna. Nohát, a bolsevik képmutatásnak és arcátlanságnak valóban nincsen határa. De ezen felvetés alapján gondoljuk csak végig, hogy tényleg kire is szavazna Petőfi, ha itt élne és közöttünk lenne. A politikai paletta elemzése kapcsán hadd hívjam segítségül egy másik költőóriást, Vörös Sándort. Ő írta, négyféle vezető ember lehet az ország élén. Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi vagy Szólón. Elsőként tehát Prokrusztész. Prokrusztész egy elgondolás híve, írja Vörös, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad. Prokrusztész kegyetlen ideológiáját egyértelműen azonosíthatjuk a bolsevizmus rémtetteivel. És Prokrusztész ágya, amiről ő is elhíresült, a mai köznyelben leginkább bokros csomag néven ismert. Gondoljuk, hogy őt választaná, ezeket választaná Petőfi? Nem hiszem. De idézzük tovább Vörös Sándort. Napóleon szenvedélyes játékos, és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol. E tekintetben sajnos nem állunk jól, valljuk be. Nekünk csak napóleonocskák jutottak. Hogyha Orbán Viktorra gondolunk, nem fogalmazhatunk máshogy. És tudjuk, ezzel párhuzamosan
Napóleonocskáinknak csak Waterloo-cskák jutottak. Tessék csak gondolni az IMF tárgyalásokra, az adósság konszolidációra, az adóssághalmazunkra, vagy az Európával való kapcsolatunkra. Aztán így fogalmaz Vörös. Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszeres boltban. Dekákkal és garasokkal ravaszkodik. No, itt könnyű dolgunk van. Petőfi ugyanis üzent a mindenkori Samu bácsiknak. Amikor nemzeti forradalmunk kapcsán egyeseknek rögtön az államadósság fizetése jutott az eszükbe, és annak elmaradása esetén kilátásba helyezték hazánk elfoglalását, mit is üzent nekik Petőfi? Hogy fogalmazott? Foglalod a kurvanyádat, de nem ám a mi hazánkat! Ennyit tehát Petőfi választásáról. És végezetül Szólón. Szólón, aki csak az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered, és országa virul. Szólón egy idea. Felkészült, tetrekész politikusnak az ideája, aki nem ijed meg a vádaskodók ostoba rágalmazásaitól, és kész, ha kell feláldozni saját életét is, csak népe boldoguljon. Nekünk, nemzeti radikálisoknak más jelképünk nem is lehetne, csak ő Szólón. És ki mással azonosulhatna Petőfi, a kérlelhetetlen, megalkuvást nem ismerő hazafi, hanem éppen ezzel az ideával. Kedves testvéreim, Petőfi velünk van. Mi vagyunk a márciusi ifjak valódi örökösei. Éljen a haza! Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen Enikőnek, csodálatos beszéd volt. És most következzen Kálmán Árpád vezette abasári kórus. Fogadjátok őket nagy szeretettel. Ha a huszár igaz szívből se, haja szeretne,
Maga Mária nyerekbe ültetnek, sárban a faluban alusnak a lányok. Csak egy kis ablakban égnek a világok. Márna kislány levelet ír messze idegen országba, huszár szeretőjét hívja szabadságra. Mikor kicsi a lány a babával játszik, mikor nevekedik, huszár után vágyik. Gondja van a szép ruhára, meg a visszajárására. Csókot ad a kislány a huszár ajakára. Magasak a szárnya, sűrű ablak rajta, sűrű ablak, hosszú asztal, levelem van rajta. Gyere, kis angyalom, olvasd a levelem, holnap reggel 8 órakor vizitálnak engem. Ha megvizitálnak, jó leszek huszárnak, azt a kutya jó mindeni ennek a világnak. Imádják!
baj, ez a cserkészi dolog. Oh,
És akkor a közismert sikerdal következik, a különböző kívánság műsor. Te vagy a gyerek, 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 te vagy a gy
többit az interneten, beüti, hogy javasári kórus is megtalálja. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, további szép napot kíván az avasári kórus. Voltam a 12 pontot, és megkérdezhetném, hogy vajon ezek a követelések ma nem aktuálisak-e? Hiszen úgy gondoltuk, az úgynevezett rendszerváltás idején, hogy amikor majd március 15-én megemlékezünk, akkor valóban csak emlékezünk azokra az időkre, amikor Magyarország még nem volt szabad és nem volt független. Úgy éreztük akkor, hogy majd ezeken az emlékezéseken elmondhatjuk, hogy Magyarország végre szabad, független, nem gyarmati sorban él, nincsenek olyanok, akik le akarnák igázni. De vajon ilyen világban élünk-e? Vajon van-e különbség a Habsburg Birodalom és az Európai Unió között? Vajon van-e különbség a között, hogy éppen a Habsburgok akarnak minket elnyomni, vagy az Európai Unió gondolja úgy, hogy mind gazdaságilag, mind társadalmilag a magyar állampolgárokat egy másodlagos állampolgárként kezeli? Vajon van-e különbség a között, hogy fegyverrel próbálják elvenni a földünket, vagy a között, hogy 2014. május 1-től az Uniónak és a hazaáruló magyar politikai elitnek köszönhetően fölvásárolhatják a hazánkat? Nincs különbség e között. Jelen pillanatban is ugyanazt a harcot vívjuk, mint amilyen harcot vívtak az őseink. Hiszen egy olyan világban élünk, hogy most is vannak hazaárulók. Most is vannak olyan hazaárulók, akik hajlandóak elárulni ezt az országot, akik hajlandóak kiszolgáltatni idegen államoknak Magyarország területét és a magyar embereket. Ráadásul ezek a hazaárulók folyamatosan ámítják a társadalmat. Hangzatos szólamokat mondanak a televíziókban, különböző nagygyűléseken, és hangzatos szólamokkal próbálják megbélyegezni azokat az igaz magyar embereket, akik most is itt vannak, akik hajlandóak harcolni Magyarország függetlenségéért. Gondoljunk csak bele, 2009-ben, amikor a Jobbik Magyarországért mozgalom kijelentette, és ezt a szlogent használtuk az európai parlamenti kampányunk során, hogy Magyarország a magyaroké, akkor mit mondtak ezek az emberek? Hogy rasszisták és kirekesztőek vagyunk egy ilyen mondattal. És mi történt most, 2 hónappal ezelőtt, az MSZP nagygyűlésén? Kiállt Horváth Csaba, és azt mondta, hogy Magyarország a magyaroké. Már a szlogenjeinket is folyamatosan ellopják, hiszen ebben próbálják az embereket kábítani. Kikerültek az óriás plakátjaink, talpra magyar volt a jelszó. Erre meghirdettek egy nagygyűlést, a lők is talpra magyar jelszóval hirdetik a nagygyűlésüket. Igaz, hogy egy mondaton belül, ami 2 szóból áll, még csak helyesen sem tudják leírni, hiszen ők nem raktak a 2 szó közé veszőt. Nem tudnak magyarul helyesen írni, beszélni, és ami a legfontosabb, nem tudnak magyarul gondolkozni és érezni. Hiszen ők elárulják a magyarságot. Egyébként ezt a nagygyűlést, mint ahogy az információk jönnek, lemondták, arra hivatkozva, hogy rossz idő van. Nem azért mondták le, azért, mert körülbelül összejöttek volna 2000-en is égő lett volna. Azért mondták le, mert nagyon jól tudják, hogy nem tudják felvenni a harcot a Jobbik Magyarországért mozgalommal. De fel tudják használni március 15-ét is arra, hogy statisztákat béreljenek, hogy bizonyos bizniszektákkal összefogva Jobbik ellenes tüntetéseket tartsanak. Jobbik ellenes szórólapokat szórjanak. Március 15-én nem emlékeznek, nem arról beszélnek, hogy mit szeretnének megvalósítani ebben az országban. Egy céljuk van, hogy eltiporják a nemzeti ellenállást. A nemzeti ellenállás ebben az országban pedig a Jobbik Magyarországért mozgalom. Mit tettek őseink 1848-ban? Megvédték a hazájukat. Tiszta szívvel és bátran kiálltak a hazájukért. Nekik is köszönhető, hogy ma itt magyarul beszélhetünk. Nekik is köszönhető, hogy ma ezt az országot még Magyarországnak hívják, hiszen kiálltak érte és harcoltak. És itt jön az, hogy vajon csak emlékeznünk kell-e? Nem. Nekünk példát kell venni az ő kiállásukból. Példát kell venni abból, amit ők tettek. Hiszen a fő fegyverük nem a kard vagy az ágyú volt, hanem a hit, a hazaszeretet, a tenni akarás és a bátorság. Nekünk nincsenek meg ezek a fegyvereink.
Nincs meg a kellő hitünk, a hazaszeretetünk, az akarásunk, a tenni akarásunk, a bátorságunk. De ahogy nem megvan, azért fog ez az ország tovább élni, mert ha mi nem lennénk, akkor eltipornák. Éppen ezért kell mindenkinek összefogni, éppen ezért kell ugyanúgy, mint ahogy az őseinknek csatasorban állni, éppen ezért kell megvívni a saját magunk harcát, a következő 3 hétben is a legtöbb emberrel megismertetni a Jobbik programját, a legtöbb emberrel megismertetni azt, hogy mi vagyunk azok, akik meg szeretnénk változtatni ezt az országot. Mi vagyunk azok, akik szeretnénk, hogy ez az ország szabad és független lenne. Mi vagyunk azok, akik azt szeretnénk, hogy Magyarország a magyaroké legyen. Ezért kérem, hogy álljatok csatasorba, harcoljunk, és mutassuk meg ennek az országnak, hogy igenis van még magyar becsület, igenis van még magyar igazság, és nekünk lesz köszönhető, hogyha 80-100 év múlva ebben az országban magyarul fognak beszélni. Előre a Jobbik győzelméért, adja az Isten! Yeah.
Szervusz öreg Kossi Tiri barátom, Isten hozzá! Adjon az Isten! Útjára bocsájtjuk ezeket a nemzeti színű léggömböket. És ha rajtunk múlik, és április 6-án bizalmat kapunk a nemzet és a magyarság, így fog fölemelkedni. Szabadon szárnyalni, megszabadulva az utóbbi 24 év és a korábbi 40 év jármából. Győzzön a Jobbik, győzzön Magyarország! Elkezdenénk ma hivatalos ünnepi nagygyűlésünket. Engedjetek meg néhány technikai információt. Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy ha és amennyiben, amikor az időjárás kritikusra fordul, azonnal félbe fogjuk szakítani mai rendezvényünket, hiszen
mindenki biztonsága és testi épsége a legfontosabb. Ezen kívül megkérnék mindenkit, hogy a rendezvény területén egymásra és az anyagi biztonságra való tekintettel a dohányzást kerüljük. Fontos információ, amely egész nap Budapest szerte jelen volt, hogy egyes tarka-barka liberális csoportok tüntetnek ellenünk és itt-ott különböző módon provokálnak, ezért én azt kérem mindenkitől, hogy az ilyen eseteket méltósággal kezeljük, és ha bárkit bármiféle provokációgyanús helyzet környékez, akkor első körben a rendezőinknek szóljon, senki ne üljön fel a szándékos provokációra. Bárhogy is alakuljon ez a mai délután, két fontos üzenet mindenképpen van, amit én már előjáróban is leszögeznék, senkinek nem fogok vele meglepetést okozni. Az egyik, és talán legfontosabb, hogy történjen bármi, éljen a magyar szabadság, éljen a magyar haza. A másik pedig, ami már el is hangzott, április 6-án győzzön a Jobbik! Így van! Fölkérem Csabai János színművészt, hogy egy igazán lélekhez ható verssel köszöntse Önöket. Mielőtt elmondanám Petőfi Sándor gondolatait, szavait, szeretném, ha mi közösen őszinte gondolattal, őszinte lélekkel megidéznénk Petőfi Sándor szellemét, mert ha valahol, akkor itt most közöttünk nagyon jó helye lenne, és jól érezné magát. Nem úgy, ahogyan egy másik rendezvényen azok citálják, akik néhány évtizeddel ezelőtt még a gumibotos buldogjaikat küldték ránk, ha megláttak egy kokárdát. Levetették és megtaposták. És akkor Petőfi Sándor szavai. Bizony mondom, győz most a magyar, ha bár ég és föld ellenkezőt akar. Azért nem győzött eddig is a hon, mert sohasem voltunk egy akaraton. Most egy a lélek, egy a szív, a kar. Mikor győznél, ha most nem, ó magyar? Egy ember a haza, s ez halni kész, s ezért, ó népem, épp ezért megélsz. Dicső lesz élted, boldog és szabad, amilyen senkié a nap alatt. És én bátran állom a csaták tüzét. Tudom, hogy a golyó engem nem véd. Tudom, hogy megőriz engemet. Hogy engemet megölni nem lehet, mert én leszek. Nekem lenni kell, ki, ha majd elleninket mind a föld fedi, legyen, ki megénekli diadalmadat, szabadság. És a szent halottakat, akiknek vére volt keresztvized, s halálhörgésük bölcsőjéneked. Meg kell, hogy érjem azt a szép napot, midőn áldásodat reánk adod, s mi annyi átok verte év után sírunk, mosolygunk az öröm míján. És midőn, mit letört láncunk át a nesz,
Egy szabad nemzet imádsága lesz. Meg kell, hogy érjem azt a nagy napot, amelyért lantom s kardom fáradott. Ennyi volt a vers, és még engedjétek meg, hogy idézzek egy másik csodálatos magyar embert, az erdélyi költő és írófejedelmet, Vas Albertet, bár ez nem volt a programunkban, de mégis engedjétek meg, hogy a hagyatékából egy nagyon rövid részletet elmondjak. Annak a Vas Albertnek a hagyatékából, testamentumából, akit néhány évvel ezelőtt nem engedtek hazatelepülni, egy posványlelkű, nemzetáruló Bérenc briganti banda nem engedte, hogy itt nyugodjon magyar földön. Vas Albert azt üzeni nekünk, napfiai vagytok magyarok, ne féljetek, és ne irigyeljétek, ne gyűlöljétek azokat, akik gyűlölnek titeket és halálra kínoznak. Mert minden bűncselekményt ezerszeresen visszafordít reájuk az Úr, de megszabadítani csak akkor fog benneteket, ha egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Akkor lélekben tiszta, szeretetben tántoríthatatlan, és az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, akikben önmagára ismerhet ismét a Teremtő Atya. És még egyszer Petőfi gondolatát. Bizony mondom, hogy győzni fog a magyar. Úgy legyen, ezerszer úgy legyen. Isten áldjon titeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megállapíthatjuk, hogy furcsa időket élünk, mintha visszafelé forogna Magyarországon az időkerete. Mintha soha aktuálisabban nem lehetne feleleveníteni a 48-as ifjúság legkülönbözőbb követeléseit, de elég, ha csak a 12 pontra gondolunk. Tudunk-e úgy azok között csemegézni az akkori igények között, ami ma ne lenne újra aktuális. Elég, ha csak annyit mondok, Nemzeti Bank. Magyarországnak a reformkorban nem volt önálló jegybankja, amely a pénzügyeit szabályozta és felügyelte volna. A Habsburg birodalom részeként a monetáris feladatokat az 1816-ban alapított Osztrák Nemzeti Bank látta el. S ma, 2014. március 15-én, vajon elmondhatjuk-e, hogy van felelős Magyar Nemzeti Bank? Vajon elmondhatjuk-e, hogy ez a bank, amely talán csak nevében magyar, valóban az itt élőket szolgálja? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, szólítom a színpadra Zé Kárpát Dánielt, a Jobbik frakcióvezető helyettesét, országgyűlési képviselőjét. Fogadják szeretettel! Adjad az Isten! Szerintem! Ti, akik most betöltitek ezt a teret, előkészíthetitek az igazi, a valódi rendszerváltást. Azt, amit elloptak tőletek 24 éven keresztül mindannyiunk életéből. Miskolcon az évadnyitónkon azt ígértem, hogy a Jobbik kormányzás során lesz egyetlen gazdasági ágazat, ahol egészen biztos felemelkedést ígérünk éveken keresztül. Az asztalosoknak nagyon-nagyon jó lesz, mert annyi vádlottak vagyát kell ácsolni, hogy az összes bankárbűnöző és az összes hiéna ráférjen.
De meg kell, hogy toljuk ezt az ígéretet, azzal, hogy mi megkeressük bizony az ugárusokat is. Megkeressük azokat, akik a pénzügyi szemetet a magyar emberek nyakába öntötték, és a szennyező fizet elve alapján elszámoltatjuk az érintett bankokat nem vérengző módon, de tisztességes eljárások alapján minden egyes károsultnak visszaszerezzük az utolsó forintját is, amit indokolatlanul vettek el tőle, és ebből nem engedünk. Erről a programpontunkról a héten is azt mondták vezető kormánypárti politikusok, ez bizony nagyon veszélyes, vigyázni kell a bankok érzékenységére. Mi azt mondjuk, hogy a magyar emberek érzékenységére kell vigyázni, mert amíg az Európai Unióban 1,5-2%-kal növekedtek a bankolás költségei az elmúlt éves időszakban, addig Magyarországon 40% fölött elképesztő szakadékot mutat ez az egyetlen adat, és a kifosztásunk, a gyarmatosításunknak minden tünetét magán hordozza. És az, hogy még mindig a devizahitelesek ügyéről kell beszélnünk, hogy 150 000 szerződés, és ami még fontosabb, a mögötte található emberek, családok élete a bedőlés előtt vagy alatt áll, és ezeknek az embereknek senki nem nyújtott segítőkezet, mert ahogy a bankszövetséggel a munkareggelig száma szaporodott, úgy lankadt a cselekvésiket. És ez az, ami tűrhetetlen, hogy Magyarországon mindegy, hogy vörös vagy narancs a kormányzat, még mindig a bankszövetség dönti el, hogy milyen törvényeket lehet hozni, és milyeneket nem. Még mindig Brüsszel adja az áldását arra, hogy segítenek-e a magyar embereken, vagy nem. Ezért akarunk mi egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot. Azt akarjuk, és el is fogjuk érni, hogy a Magyarországról szóló döntések végre Magyarországon szülessenek meg. Ne Brüsszelbe, ne Moszkvába, ne Pekingbe, ne Washingtonba, ne New Yorkba, hanem Budapesten, és a magyar vidékről szóló döntések pedig a magyar vidéken. Az ős bűn egyértelműen látszik, az ős bűn 2001-es, amikor az egyoldalú szerződés módosításokat lehetővé tették. Ki volt 2001-ben hatalmon? Aztán folytatták, amikor már a Svájci Nemzeti Bank, amikor már az IMF is szólt, hogy baj lesz 2006-2007 tájékán a hitelezésből, akkor éppen a szemünk kilövetésével voltak elfoglalva. Szánalmas módon még a gyarmatosítóink is figyelmeztettek, hogy baj lesz, egyedül a magyarországi kormányzatok nem tettek semmit, fülükbotjukat sem mozgatták. És láthatjuk azt is, hogy a Jobbik rendelkezik egyedülkész programmal, ezért fogjuk felvételkor járfolyamon forintosítani a hiteleket, kártérítést elérni minden adós számára, és igenis állami ellenőrzés alá vonjuk a végrehajtás rendszerét, hogy a maffiózókat kivegyük a rendszerből, hogy a lakosság vegzálását, éjszakai munkahelyen történő zaklatását, eladósítását, nyomorba döntését végre megszüntesse valaki. Mert 24 év ezeknek vörös színben vagy narancsban kétharmaddal, de kevés volt. Pedig ez lenne a feladatuk, erre hatalmazták fel őket, az elszámoltatásra többek között. Arra, hogy a Magyarország ellen bűnöket, elkövetőket a vádlottak padjára juttassák, aztán azokba a cellákba, ahonnan nem lehet kijönni a Hiltonba évérték előtt tartani. A hazánkat sújtó, talán legnagyobb katasztrófa, amelyben következmény is, egyértelműen a népességfogyás. A borzalmas mutatókat ugyanakkor tovább súlyosbítja az, hogy miközben 56 után a magyarság színe java 200 000 ember távozott, addig az utóbbi években látszólagos, hangsúlyozom, látszólagos békeidőben ennek tulajdonképpen háromszorosa. És hogyha tovább megyünk ezen az úton, ha ezek az emberek csak minimálbéren dolgoznának itthon, 30 milliárdot hoznának a költségvetésbe adóbefizetések formájában minden egyes hónapban, Magyarországon a teljes gazdaság feltámogató lenne, mert ezek az emberek hiányoznak vásárlóként a zöldségestől, a sarki fűszerestől, az ő gyermekeik és unokáik hiányoznak a bölcsödékből, óvodákból, ezért ürül ki a vidék, ezért nem működik az ország. És miért van az, hogy ezt egyedül a Jobbik meri kimondani? Miért van az, hogy egyedül a mi programunkban szerepel ez? Többek között azért, mert alig egy hónappal, kevesebb, mint egy hónappal a választás előtt csak nekünk van programunk. Tessék ezt végig gondolni, egyedül mi merjük az ígéreteinket papírra vetni, mert mi így elszámoltathatók vagyunk. Ti el tudtok bennünket számoltatni bármikor, hogy az ígéreteinket betartottuk-e, hogy méltók, hogy alkalmasak vagyunk-e a haza szolgálatára, mert mi nem félünk, nekünk nincsen félnivalónk. Lemerjük írni papírra, hogy mit tervezünk, és tudjuk, hogyan lehet Magyarországot feltámasztani.
A kivándorlottak helyzetét tökéletesen jellemzi az a borsodi eset, amikor is egy hollandiai vágóhídra kellett, hogy elmenjen a diplomás családfő és a diplomás felesége. Az itthon maradt házat széthordták, a széthordott háza kirabolt alapanyagok után pedig az önkormányzat küldött nekik egy 1 millió számlát illegális bontásról a családtagoknak. Ez Magyarország jelen pillanatban. Ez az a Magyarország, ahol a 26 éves borsodi nagypapának több kedvezményt adnak, mint egy átlagos devizahitelesnek. És nekünk ezzel kell leszámolnunk. A fiatalok jó része a minőségi munkahelyek hiánya miatt megy el, vagy éppen azért, mert Ausztriában, Németországban ingyen is tudja tanulmányait folytatni, míg Magyarországon nem. Ugyanakkor legalább ilyen erős ért, hogy a KSH szerinti 140 ezres átlagbérből, ami egy átlag és fölfelé húzza a 6 milliós bankárfizetés, a magyar fiatal és a magyar középkorú 20 év alatt sem tud önálló otthonhoz jutni, nem tud önálló életteret szerezni. Éppen ezért a Jobbik hétvezér tervének otthonteremtési programja minden magyar fiatal számára elérhető áru bérlakást próbál biztosítani, azáltal, hogy nagyon sok új ingatlant építünk, és az elhagyatott Magyarországot megvizsgálva visszahozzuk az elhagyatott ingatlan vagyon egy részét a magyar életbe, hogy aztán élhető méretű és területen lévő otthonokba magyar gyermekek születhessenek, egyben lassítsuk a kivándorlási spirált, javítsuk a népesedési mutatókat, itthon tudjuk tartani a fiatalokat, és az építőiparon keresztül további 4-5 másik gazdasági ágazatot hozunk lendületbe. Meg szokták kérdezni, hogy mindez mennyibe kerül? Mi ki is számoltuk. 60 milliárd forintból elindítható lenne ez a program, úgy, hogy ez az utolsó forintig visszahozza magát, mert a hazai gazdaságban pörög. Itt lesz belőle áfa és adóbefizetés. És azt is megvizsgáltuk, hogy az úgynevezett integrációs programokra, Szeged melletti szociális lakóparkra, Lyukas-Kalapbaszor összegekre 120 milliárd, annak a duplája van elkülönítve, amit a magyar fiatalokra nem adnak oda. És azt is látjuk, hogy 25 milliárdot fordítottak csak a Kossuth tér felújítására, pedig nagyon szép, gyönyörű épület a parlament. Évtizedekig úgy maradhatna, ahogy van, mert ebből a pénzből igenis lehetett volna otthonteremtésbe fogni, lehetett volna egy cukorgyárat visszaépíteni, amely éveken belül visszahozza az árát, és akkor majd lesz 25 milliárd felújításra. De lett volna működő gyár mellette, lett volna munkahely a magyar embereknek, lett volna élőhely, lett volna lakás vagy ház a fiataloknak, vidéken adott esetben háztáival. Újra lehet indítani önerőből is Magyarországot. Nem kell hozzá IMF, nem kell hozzá Brüsszel, nem kell hozzá gyarmattartó, csak azt kell, hogy végre elhiggyük, hogy nem vagyunk kicsik, hogy mindenre képesek vagyunk Magyarországon, és nem a 20 éves borsodi nagyszülőket kell támogatni, hanem azokat, akik jogkövető állampolgárként, dolgozó emberekként kerültek olyan helyzetbe, hogy a bankjuk, a hitelintézetük kisemmizte őket, elvette a jövőjüket, elvette az élet lehetőségeiket, külföldre zavarta őket, és a külföldön munkahelyet találtak, mi történt? Az itteni kormányzat behúzott egy strigulát a saját maga által teremtett munkahelyek közé. Ugyanúgy, mint a felhőcske rajzolók esetében. És vérlázító, hogy nem a magyar embereknek, nem a magyar fiataloknak teremtünk itthon kamatozó munkahelyeket, hanem hagyják külföldre zavarni fiatalok százezreit, és hagyják azt, hogy Magyarország ebben a kivéreztetett állapotban a közrend, a közbiztonság visszaállítása nélkül csak szenvedjen a holnapjáért. Éppen ezért én arra kérek mindenkit, hogy április 6-án mondjon ítéletet, mert nem vagyunk mi kicsik, nem vagyunk mi gyengék, nem vagyunk lúzerek, ahogy sugallni próbálják, minden hatalom a ti kezetekben van. Ti döntitek el, hogy melyik banknál vezettek számlát, vagy melyik multinál vásároltak, illetve nem vásároltok. És április 6-án ti tudtok ítéletet mondani azok fölött, akik külföldre zavarták a fiataljainkat, akik elvették tőlük az otthonteremtési lehetőségeket, és akik munkareggeliznek a bankokkal, ahelyett, hogy a vádlottak padjára zavarnák az érintett pénzintézetek bűnös vezetőit és a felügyeleti szervek vezetőit. Ne adjátok tehát oda Magyarország jövőjét, mert április 6-án egyedül ti vagytok azok, akik velünk együtt ítéletet tudnak mondani, és végre rendszer tudunk váltani Magyarországon. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Abból a híres 12 pontból, melyben találhatunk egy ilyen követelést is, hogy felelős minisztériumot Budapesten. 1848-ban ugyanis nem létezett magyar kormány, így nem léteztek minisztériumok sem.
és az irányítást az udvari kancellária látta el. Az ország legfőbb kormányszerve pedig nem volt más, mint a Magyar Királyi Helytartó Tanács. Na de ma, 2014. március 15-én mit mondhatunk? Vajon milyen szerepet tölt be ma a magyar kormány? Nem véletlenül valakinek a helytartójaként funkcionál? Ez egy eldöntendő kérdés, melyre bízom benne április 6-án megfelelő választ ad a magyar társadalom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fogadják szeretettel Tatár Józsefet a devizahiteles kerekasztal részéről. Kedves honfitársaim, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emlékezzünk 1848. március 15-ére, aminek a legfontosabb üzenete a nemzeti önrendelkezés kivívása volt, a közös tenniakarás igénye, hiszen sem akkor, sem a jelen időkben a magyar lélek nem szenvedhette, nem szenvedheti az idegen érdekek által rákényszerített akaratot. 1848. márciusának hősei nem gondolkodtak azon, hogy van-e remény a sikerre. Nem gondolkodtak azon, ha elbukik az ügyük, milyen sors vár rájuk, tették azt, amit követelt tőlük a hazaszeretet. Bíztak az igazokban, bíztak az erejükben, hittek egy független, szabad Magyarországban. Március 15-e üzenete sokunk számára az, hogy a valódi változás csak határozott, bátor cselekedetekkel lehet elérni, olykor a legnagyobb áldozatot is vállalni kell szülőföldünkért, melyet apáik hagytak ránk örökül, és amelyet becsülettel kell továbbadni az utódainknak. Március 15-e üzenete sokunk számára az, hogy a haza, ha honfitársaink sorsa nem szenvedheti tovább az igát, akkor két kezünkkel, puszta akaratunkkal kell megváltoztatnunk a világot magunk körül. Petőfi Sándor nemzeti dalának első sora irányt mutat nekünk magyaroknak örök időkre. Talpra magyar, híj a haza! De a haza most is hív. A mi generációkat sem kíméri a történelem, vel minket is rendesen a jégeső, hiszen nemzeti érdekeink, nemzeti értékeink önmagunk védelmében a haza cselekvésre szólít, mert mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, milyen kihívás van magyarnak lenni, magyarként élni, itthon, otthon lenni, családot, egzisztenciát alapítani. Történelmi próbatételnek gondolom a jelen kihívásait, mint ahogy csak közös erővel, erős hittel tudunk csak megoldani, úgy, mint 1848-as elődeink. Egykor idegen érdekeket nyíltan képviselő helytartó tanácsok diktátumai, ma előnytelen nemzetközi szövetségek, nagyhatalmak és pénzhatalmak kényszerű szorításában kell érvényesíteni nemzeti érdekeinket, mondjuk úgy, hogy csak a cégér változott, a hatalmi kényszer működése változatlan. 1848. márciusának 12 pontját akár mi most élő magyarok is megfogalmazhattuk volna, hiszen nemzeti önrendelkedés megteremtése, a sajtó szabadsága, a valóban felelős minisztérium igénye ma is sürgető, nem beszélve a törvény előtti egyenlőségről, a jogbiztonságról, egy közösség biztonságát őrző rendvédelemről, honvédelemről. Mindezen követelések természetesen sem akkor, sem ma nem teljesültek, hiszen pénzügyi függőségben élünk, 166 évvel ezelőtt a valóban nemzeti érdekeket képviselő pénzintézet létrehozásának legalább akkor igénye volt, mint manapság. 1848-ban volt felelős magyar pénzügyminisztérium, lett magyar fizetőeszköz, és a Kossuth Bankó értékét nem az arany fedezett, hanem a mindent elsőbről magyar tiszta szívű hazaszeretet adta. Volt pénz tehát, lett paripa fegyver, lett költségvetés, megalakulhatott az állami hivatalrendszer, a honvédség, és hölgyeim és uraim, kedves honfitársaim, mindez két hónap alatt történt. Ennek tükrében érdemes rátekintenünk az elmúlt közel negyed évszázad történéseire, amely hosszabb, mint a teljes reformkor. Vajon mit tettek a mindenkori kormányok azért, hogy szabad, független Magyarországban élhessünk? 1989-től a rendszerváltóan itt nem, hogy két hónap alatt nem tudott átütő eredményeket érni az ország pénzügyi függetlensége ügyében, hanem még inkább függőségbe kerültünk, és a nemzeti érdekeket képviselő kibontakozással finoman szólva is adós maradt a mindenkori kormány. Mottóként idézzük ismét a költőt, és mi mégis láncot hordunk. A mindenkori kormányok levetővé tették a pénzügyi függetlenségünk feladásával a bankok korlátlan nyerészkedését,
a lakosság nyakába szabadítva a devizahitelt, közvetlenül eladósítva 3 millió honfitársunkat. A gazdasági kényszer 100 ezreket üzött külföldre, 120 ezer magyar családot, kedves barátaim, 120 ezer magyar családot fenyeget a kilakoltatás réme. Az elmúlt években sokakat spontán szerveződő jogvédőcsoportok, rendőri intézkedés ellen fellépő, testi épségüket nem kívülő otthonvédők védtek meg az erőszakos kilakoltatástól. És nem sokára a kilakoltatási moratórium végén megjósolhatóan ismét fellángol a küzdelem, miközben egyszerű politikai döntéssel bármikor megoldható lett volna a probléma. Ma milliók kérdezik Magyarországon, a profitról, a megszerzett vagyonról szól az egész világ? Nem, barátaim, nem minden eladó. Nem eladó a becsületünk, nem eladó a hazánk, és nem eladó gyermekeink jövője sem. Éppen ezért nekem, és azt gondolom itt sokaknak, március 15-e nem csupán történelmi emlék, hanem a jelen hétköznapokat átszövő életérzés, csak úgy, mint 1956. október 23-a, és csak úgy, mint 2006. október 23-a. Visszatekintve azt is láthatjuk, hogy a ránk zuduló megpróbáltatásokat mindig egy szebb, élhetőbb jövőbe vetett hittel át tudtuk vészelni, miközben az ellenük forduló államiságunkat veszélyeztető, nemzeti identitásunkat semmibe vevő ellenfeleinket a történelem rendre maga alá temette. Nekünk magyaroknak az eltelt másfél évszázad állandó próbatétel egyúttal nemzeti érdekeinkért, nemzeti értékeinként kiálló hétköznapi emberek szenvedése és végül diadala. 166 esztendő alatt akárhányszor alázták meg a magyar nemzetet, mindig volt ereje talpra állni. Ha meg tudtuk védeni nemzeti érdekeinket, akkor meg tudjuk védeni nemzeti értékeinket, és ezzel saját vagyonunkat is meg tudjuk védeni, és létbiztonságunkat. Köszönöm mindazoknak, akik kiálltak és mertek tenni kiszolgáltatott honfitársaink érdekében, köszönet azoknak, akik sokszor puszta kézzel akadályozták meg ellehetetlenített családok kilakoltatását, és ismét a költőt idézem, fényesebb a láncnál a kard. Köszönöm a Jobbik Magyarország mozgalomnak, hogy egyedüli parlamenti pártként komoly erőfeszítéseket tett a devizahiteleseket érintő társadalmi párbeszéd összehangolásáért, és külön köszönöm Zé Kárpát Dániel képviselő úrnak a határozott kiállást a devizakárosultak társadalmának problémájának megoldása érdekében. Mondani valómat ezt azzal a gondolattal zárom, tegyünk, mert tennünk kell. Talpra magyar, híja haza! Köszönöm, hogy meghallgattak! Hát lássuk tovább azt a bizonyos 12 pontot. Mit találunk még ott? Közös teherviselés. És akkor tegyük is fel rögtön a kérdést, létezik-e ma Magyarországon közös teherviselés? Vagy talán az egykulcsos adó lenne a közös teherviselés? Talán az-e az igazságos, ha egyesek százezrekkel többet tesznek el havonta, míg másoknak 500 forintos rezsicsökkentéssel szúrják ki a szemét? Ez lenne a közös teherviselés? Hiszem, hogy nem. Sőt, tudom, hogy nem. De azt is tudom, hogy lesz még a jövőben feladatunk, tennivalunk bőven. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Szólítom a színpadra Schneider Tamást, a Jobbik alelnökét, fogadják szeretettel! Tisztelt jelenlévők, tisztelt ünneplő jobbikosok, kedves barátaim! Engedjétek meg, hogy mielőtt a beszédemhez hozzákezdek, egy nagyon friss élményt osszak meg veletek. Az autópályán utaztam fel, mikor észrevettem, hogy egy igen régi 15 éves Suzuki autóval közlekedik egy ember, akinek az autójára az volt írva, hogy Nyakó István. Emlékeztek erre az emberre, ez volt az, aki a éhségmenet idején Gyöngyösön szaunázott. Ez az az ember, akinek motorja van, kiváló öltönyökkel rendelkezik, és még sorolhatnám tovább. Kérem szépen, ki ült ebbe a 15 éves Suzuki-ba? Nyakó István. Hirtelen szegény ember lett újból. Most mikor választás van? Hát kérem szépen, ha majd eljön az október 6-a, mondjatok véleményt az ilyen Nyakó Istvánokról! Tisztelt jelenlévők!
166 éve ezen a napon néhány fiatalember történelmet csinált. Elindultak a Pilvax kávéházból, és a 10.000-es tömeg a Nemzeti Múzeum előtt már hitet tett a 12 pont mellett. És hitet tett, ahogy itt elhangzott, a közös teherviselés mellett. És ennek köszönhető volt az áprilisi törvény, amely nagyon sok mindennel foglalkozott, de én csak egyetlen részét emelném ki, ez pedig a jobbágy felszabadítás. Miért ezt emelem ki? Azért, mert azokban a hónapokban az akkori ország vezetése rájött, hogy az ország függetlenségét, az ország jobb létét nem lehet kivívni annélkül, hogyha a parasság nem segíti a nemességet, nem segíti a polgárságot. És ezért megalkották ezt a törvényt, amelynek köszönhetően az elkövetkező másfél évben a paraszt emberek 10.000-ei fogtak fegyvert a szabadságukért, a tulajdonjogukért, és ennek volt köszönhető az a heroikus küzdelem, ami másfél éven keresztül zajlott Magyarországon. Mi a tanulság mára ebből? Az a tanulság, hogy országot felemelni, nagy tettekre sarkalni nem lehet, ha honfitársaink millióinak nem garantálunk megélhetést, tisztességes béreket és a szebb jövő mellett szebb jövedelmet. Ha nem veszük emberszámba őket. Úgy gondolom, hogy ez a mostani kormányzat ezt elfelejtette. Elfelejtette, ahogy az elődei is elfelejtették. Hiszen azt látjuk, hogy folyamatosan olyan törvényeket hoznak, amikor igazából csak a gazdagabbak, a jobbmodúak járnak jól folyamatosan. És hát nyilvánvalóan lehet-e beszélni egyáltalán a nemzeti kormányzásról akkor, mikor 100.000-ek hagyják itt az országot. És vajon a nemzeti kormány az, amelyik hagyja, hogy 4 millió ember létvium alatt éljen Magyarországon. Amelyik azt gondolja, hogy nincs szükség adott esetben korkedvezményes nyugdíjrendszerre, mert olyan jó egészségügyünk van, és olyan fit a magyar társadalom, hogy a 65 éves rendőr simán lefutja a 18 éves tolvajsuhancot az utcán. Vagy hogy a majd megnyíló bányákban a 65 éves rendőr majd tiszta, jókedvel tud dolgozni az ilyen munkakörülmények között. Nyilvánvaló, hogy ez lehetetlen. De mégis vannak olyanok, akik ezt el tudják képzelni. Hol találhatóak ezek az emberek? Sajnos világ szégyenére, mind a parlamentben. Tisztelt ünneplők, 3 hét múlva választás lesz. Ezen a választáson a magyarság felemelkedéséről kell, hogy döntsünk. Arról a felemelkedésről, amely nem mehet végbe máshogy, mint hogy minden honfitársunkat, ahogy mondtam, ember számba kell venni. Felemelkedésünk záloga, véleményem szerint, a dolgozó, becsületes ember, még akkor is, ha alacsony a keresete. Ezért kell visszaállítani a világon mindenütt működő, termelést támogató, progresszív adórendszert. Eltörölni azt az egykulcsos adórendszert, amelyet a környékünkön egyetlen egy országban próbáltak ki, a Felvidéken, és 2013-ban megszüntették, mert azt látták, hogy elszegényedik a vidék. Ezért kell létrehozni egy igazságos nyugdíjrendszert. Meg kell adni a lehetőséget a férfiak számára is, hogy 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulhassanak. Vissza kell állítani új szabályok alapján a korhatár előtti nyugdíjrendszert. Az alacsony nyugdíjak esetében pedig magasabb mértékű nyugdíjemelésre van szükség. Gondoljuk csak el, 500.000 élnek most úgy nyugdíjas emberek, nyugdíjas honfitársaink, amelynek 50-60 ezer forintból kell megélnie. Meg lehet ennyiből élni? Gondolja ezt valaki? Persze tudom, van, aki azt gondolja, hogy 47 ezer forintból meg lehet élni, aki soha életében nem dolgozott és semmit nem kellett tennie még, mert a szülei mindent a fenek alá tettek, de ennek egyszer is véget kell vetni, ennek a gondolkodásmódnak. És egy igazságos munkatörvénykönyvére van szükség. Meg kell változtatni a munkaerőkölcsönzés jelenlegi szabályait. Mert kérem szépen, az egyszerűen elfogadhatatlan, hogy indoklás nélkül egyik napról a másik napra bárkinek felmondhassanak, aki ebben a rendszerben részt vesz. Az a szörnyű, hogy ennél még az ókori rabszolgának is jobb volt a sorsa. Mert az ókori rabszolga tudta, hogy másnap is dolgoznia kell. És ezért a gazdája fedelet ad neki és ételt ad neki. De ma, aki ennek a bérrabszolgaságnak a fogja, az nem tudhatja, hogy holnap lesz-e még ennivalója. Tud-e még a gyerekének enni adni?
Milyen kiszolgáltatottá tették a magyarság százezreit, millióit az elmúlt 24 év során? Erre mondjunk nemet április 6-án! Tisztelt ünneplők! Hiszem, hogy akkor jön el a felemelkedés Magyarország számára, ha, ahogy mondtam, még egyszer mindenkit emberszámba veszünk. Ennek szellemében történt 166 éve ez az úgynevezett jobbágy felszabadítás, és nekünk ezért kell minden dolgozót felszabadítanunk, megszabadítanunk a mindennapos megélhetési gondok alól. Mert csak ekkor jöhet el a szebb jövő, ekkor jöhet el egy boldogabb jövő. Győzzön a Jobbik, győzzön Magyarország! Úgy legyen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Érezhető, kézzelfogható, hogy mindaz, amiért a 48-as ifjúság harcolt, és vérét, és ha kellett életét adta, az mind a mai napig aktuális és jogos követelés. 48 tavaszán a magyarság két út között választhatott. Vagy szolgamód némán tűr és robotol tovább, s hányattatott sorsát végképp külföldi hatalmak kénye kedvére bízza, vagy azt mondja elég. És a 48-as ifjúság döntött. Ez utóbbit választotta. A harcot, a küzdelmet, a magyar sorsot. A vért, a börtönt, a halált. De eszméjük és igazságuk győzedelmeskedett. S több mint másfél évszázaddal később nekünk 2006-osoknak is választanunk kell. Szolgaság, vagy az örökös magyar sors, a küzdelem. Hiszen, hogy mindnyájan ez utóbbi mellett döntünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, fogadják szeretettel a Jobbik elnökét, miniszterelnök jelöltjét, a legnépszerűbb ellenzéki vezetőt, Vona Gábor! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Köszöntöm azokat a hősöket, akik az időjárás ellenére úgy döntöttek, ma velünk együtt emlékeznek a magyar szabadságról, és a magyar szabadságért vérüket ontott magyar emberekről. Ezen a napon, március 15-én a politikusok felállnak a mikrofonhoz, és közhelyeket mondanak a szabadságról. Elmondják, hogy az milyen szép és gyönyörű dolog. De arról már kevesebbet beszélnek, hogy most itt 2014-ben szabadok vagyunk-e. Arról már nem beszélnek, hogy az elmúlt 24 évben, miközben minden évben közhelyeket mondanak a szabadságról, az elmúlt 24 évben rabságba döntötték ezt az országot, rabságba döntötték a mi népünket és nemzetünket. Mert szabad-e az a nép, amelyiktől európai munkát várnak? Ha bemegy a boltba, európai árakon vásárol, de ha megkapja a fizetését, akkor vietnáminak érzi magát. Szabad-e az a nép, amelynek nincsenek saját üzemei, nincsenek saját gyárai, nincs saját termelőipara, hanem másoknak dolgozik rabszolgaként? Szabad-e az a nép, amelynek fiai százezrével menekülnek a saját hazájából? Szabad-e az a nép, amelynek polgárait a bankok, a kormányok közreműködése, asszisztálása és sumákolása mellett nyugodtan átvehetik? Csak azért, mert szerettek volna fedelet a fejük fölé. Szabad-e az a nép, amelyik évszázadokon keresztül a vérét ontotta a földért, de most néhány hónap múlva az bárki megveheti? Szabad-e az a nép, amelynek vezetői lopnak, csalnak, hazudnak, aztán elbújnak a mentelmi joguk mögé? Szabad-e az a nép, amelynek korábbi és mostani kormányzó pártjai 3 héttel a választás előtt úgy kérik az önök bizalmát, szavazatát,
hogy még egy programot sem raknak le az asztalra. Mondjuk már ki, nem vagyunk szabadok. Valódi gazdasági szabadságharc kellene ebben az országban, nem olyan fideszes féle, nem olyan hazug, nem olyan képmutató, hanem valódi szabadságharc. Mert amit Orbán Viktor csinált, médiatörvényért, alaptörvénymódosításért, bírák nyugdíjasztatásáért, az nem volt szabadságharc. Az az ő hatalmi harca, de semmi köze hozzánk, semmi köze a magyar nemzethez. És milyen jó lenne, mennyire szeretném, hogy ezeket a gondolatokat több más gondolat és érv mellett és programpontok mellett egy élő tévévita keretében elmondhatnám neki. Mert hogy én itt és most, már nem először, de Orbán Viktort kihívom egy miniszterelnök jelölti vitára, ne meneküljön el, ne legyen gyáva! Mert nem szabad az a nép, és nem lehet szabad az a nép, amelynek a vezetői gyává, akik még arra sem hajlandóak, ahhoz sem elég bátrak, hogy kiálljanak, hogy fölvállalják magukat, fölvállalják a programjukat. Persze, ha nincs program, akkor nehéz is. Legyen egy élő tévévita. Legyen egy élő tévévita. Arra kérem Orbán Viktort, ha már annyiszor idézi Bibót, és annyiszor mondja el, hogy a demokrata nem fél, akkor ő se féljen. Mert mi van a vita helyett? Én vállalom a vitát. De mit csinálnak ők? Mi van a vita helyett? Sárdobálás, mocskolódás. A mai napon, nemzeti ünnepünkön, néhány száz méternyire innen aktivisták szórólapokat osztogattak, amelyen az állt, szavazzatok bárkire, csak ne a Jobbikra. Nekik ez volt a legfontosabb. Nem lenne jobb egy vita? Vagy amikor Orbán Viktor főtanácsadója azt mondja, hogy nekünk az MSZP csak rivális, de az ellenfelünk a Jobbik, és ellenük össze is kéne fognunk.